Azt már a sorsolás után tudni lehetett, hogy az NB2 talán legerősebb csapatát kapták a nyíregyháziak, amit aztán a párharc első meccse be is bizonyított. A visszavágón a kéztörést szenvedett Farkasinszky Gábor nélkül lépett pályára a Sunshine Nyikse, ennek ellenére sokáig a vendégek vezettek Újpesten. A végére aztán elfogyott a több játékos nélkülöző Szabolcsi Gáda ereje, így 5 pontos vereséggel zárta a szezon Kovács Tibor együttese. Maximálisan elégedettek lehetünk a csapat teljesítményével, mert az összképességek, az összrutin, ami a csapatban megvolt, az a többi csapattól mondhatom, hogy nem jócskán, de azért elmarad. És én azt gondolom, közel kihoztuk a maximumot, így a teljesítménnyel, viszont a hiányérzet az, hogy a két meccs alapján benne volt a mérkőzés alakulásában a győzelem, illetve a továbbjutás lehetősége is, mert az első hazai mérkőzésen is nagy résztelőnnyel tudtunk a csatában helytállni, a harmadik negyedben is mi vezettünk. Utolsó negyedben volt egy fordulópont, illetve hát ugyanez volt Budapesten is, egy nagyon jó kezdés után alapvetően a támadásbeli hiányosságok nem találtunk be, ritmustalanul játszottunk 2-3 percen át, és ott egy plusz 6 pontos vezetésről kerültünk egy kicsi hátrányba, és az már a végén az már jelentős volt, nem tudtuk ledolgozni. A Sunshine Nyikse harmadik szezonját zárta az NB2-ben. Egy 8. és egy 3. helyezés után az alapszakaszban megszerzett 2. helyen ismét lépett egyet előre a nyíregyházi együttes. Amikor leültünk a vezetőedzővel, a csapatkapitánnyal, akkor azon gondolkoztunk, hogy több éves célt fogalmazunk meg. Nyilván most egy kicsit előre szaladtunk, hiszen a játékos állományunk hirtelen lehetővé tette azt, hogy talán idén is megcélozzuk a feljutást. Ez nem jött össze. Talán egy játékos hiányzott, illetve az, hogy a végén ne legyen annyi sérültünk, és hát egy-két olyan meccs, ami nagyon szoros volt. Úgymond 6 vereségünk volt, Hepkupát beleszámítva is az elmúlt szezonban, tehát ez azt gondolom egy nagyon jó eredmény. A csapat rutinos centere Asztalos István szerint a maximumot hozták ki a szezonból. Nehezen indult, ugye az első 1-2 hazai meccsen kikaptunk az előttünk lévőktől, de ugyanúgy, ahogy belelendültünk, ugye csak elértük a célt, a második helyen bejutottunk a rájátszásba. Ugye itt a probléma az volt, hogy megkaptuk a legerősebb ellenfelet, akit kaphattunk, viszont tisztességgel helytálltunk az ismert körülmények ellenére is, ugye amik a sérülések voltak. A csapat levezető edzésekkel fejezi be a szezont. Az biztos, hogy 5 érettségiző játékos távozik, érkezőkről egyelőre még nem tudott beszámolni a klub vezetése.